héten az idősek napja alkalmából Módonban lát részt venni az alapellátásban résztvevők által szervezett ünnepségen. Megható volt az a gondoskodás és szeretet, ahogy az idősekkel foglalkoztak, és az a természetesség, ahogyan ezt végezték. Ezt mindenképpen folytatni kívánjuk a jövőben is, megkeresve azt a formát, amelyben a leghatékonyabban működhet ez a nagyon fontos intézmény. A város megtartó erejének nagyon fontos része az arculat, de nem minden, hogy megállítsuk az elvándorlást városunkból. Ebben véleményem szerint az élhetőség számít, ami felőleli az oktatást, az óvodai, bölcsődei ellátást, kulturális, szórakozási lehetőségeket, az egészségügyi és szociális ellátást minden korosztály számára. Élhetővé és vonzóvá kívánjuk tenni a várost, ez a célunk. Hölgyeim és uraim, húztunk egy vonalat, új várost építünk. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm polgármester programismertetőjét. Hát innentől közös feladatunk és közös érdekünk, hogy megvalósítsuk ezeket, így legyen. Rátérnék a negyedik napi rendi pontra, ami igazából az SMS módosítását és a bizottság tagjainak megválasztását. Átadom a szót dr. Kusztas Mónika jegyzőkisasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek. Amennyiben a képviselőtestület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, ugye hatályos SMS alapján azt megteheti, megválasztatja a bizottsági tagokat és elnököket. Szabadszállás város önkormányzata képviselőtestületének a 31/2006-12-13-as rendelete szól Szabadszállás város önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, melyet az előző ciklusban 5 alkalommal módosított a képviselőtestület. A legutolsó módosítása a 13/2010-7. hó 1-i önkormányzati rendelet volt. A mai napon hatályos szervezeti és működési szabályzat 39 szakasz 3-4 bekezdése határozta meg a korábbi képviselőtestület által létrehozott bizottságot. Ez volt a pénzügyi és igazgatási bizottság, amely 3 fővel működött. A szervezeti és működési szabályzat 41-es szakasza szerint a korábbi képviselőtestület a bizottság mellett tanácsnoki rendszert működtetett. Ettől eltérő bizottsági struktúra esetén szükséges a szervezeti és működési szabályzatnak a módosítása, így ebben az esetben az alakuló ülésen a szervezeti és működési szabályzat módosítását követően megválaszthatók a bizottsági tagok, illetve az egyéb tisztviselők. Ennek értelmében felkérem polgármester urat, hogy a szervezeti struktúra módosítására vonatkozó egyeztetett javaslatát tegye meg. Köszönöm. Javaslom a szervezet átalakításaként, hogy egy polgármesteri koordinációs tanácsadó, mezőgazdasági külterületi és környezetvédelmi tanácsnoki tisztséget, és válaszunk 2 bizottságot. A 2 bizottságból az egyik egy 5 fős pénzügyi és ügyrendi bizottság, 3 képviselőből és 2 külső tagból álljon. Alakuljon egy ifjúsági sport, kulturális és városfejlesztési bizottság 3 képviselőből és 2 külső tagból. Visszaadnám a szót a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Polgármester úr által elmondottak alapján a hatályos szervezeti és működési szabályzatnak a módosítását szeretném közzétenni. Eszerint a rendeletünk 39 szakasz 3-4 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. A képviselőtestület az állandó bizottságokat, az alábbi állandó bizottságot hozza létre, pénzügyi és ügyrendi bizottság, ifjúsági, sport, kulturális és városfejlesztési bizottság. A bizottság tagjainak számát és összetételét a 2-es számú függelék tartalmazza. A rendelet 29 szakasz 10 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Titkos szavazás lebonyolítása a pénzügyi és ügyrendi bizottság feladata.
a hármas szakasz, a rendelet 41 szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. A képviselő testület az alábbi feladatok ellátására tanácsnokot választ. A polgármester koordinációs tanácsadója, mezőgazdasági külterület és környezetvédelmi tanácsnok. A rendelet 1-es és 2-es számú melléklete hatályát veszti. A rendelet kihirdetését követően azonnal hatályba lép. Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, a képviselőket fogják, hogy szavazzanak az SMS módosításáról természetesen, amit most a jegyző kisasszony elmondott. Igen, szavazatra kérem. Megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület módosította a Szabadszállásváros SMS-ét. Tehát a szavazás eredményeként a képviselőtestület egyhangú szavazattal megalkotta a 15/2010 önkormányzati rendeletet és a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2006 önkormányzati rendelet módosításáról, mely pillanatokon belül kihirdetésre kerül. Addig megyünk tovább, jó? Tehát a módosított SMS szerint egy főpolgármester koordinációs tanácsadója, mezőgazdasági külterület és környezetvédelmi tanácsnokot választunk, három képviselőből és kettő fő külsős tagból álló pénzügyi és ügyrendi bizottságot, valamint három képviselőből és kettő fő külsős tagból álló ifjúsági, sport, kulturális és városfejlesztési bizottságot kell megválasztanunk. Most már kihirdetésre is került. Felkérem dr. Bárdi Zoltán polgármester, hogy mondja el a személyi javaslatokat. A polgármester koordinációs tanácsadójának, mezőgazdasági külterületi és környezetvédelmi tanácsnoknak javaslom Mocka Jánost megválasztani. Javaslom továbbá, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének Somogyi Józsefet, belső tagoknak Csomák Lászlót és Pintér Lászlót, külsős tagoknak pedig Szabóné Boros Erikát és Nosza Lajost választjuk meg. Az ifjúsági, sport, kulturális és városfejlesztési bizottság elnökének javaslom dr. Tóth Gyula képviselőtársamat, a bizottság belső tagjának Bajusz Gábort és Markaci Jánost, külsős tagoknak pedig Kristóf Gábort és Tóth Jánost. Az érintettek arról tájékoztattak, hogy megválasztásuk esetén vállalják a feladat ellátását, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a napi rendet nyilvános ülésen tárgyalja a testület. Az érintettek bejelentették továbbá az érintettségüket is, ezért javaslom, hogy a képviselőtestület a tisztségekről történő szavazás előtt szavazzon arról, hogy az érintett képviselők ne legyenek kizárva a döntéshozatalból. Köszönöm. Tehát akkor tisztelt képviselőtestület, először arról szavazunk, hogy az érintettek ki legyenek elzárva, illetve nem. Polgármester úr javaslata szerint azt teszem föl szavazásra, hogy az érintett képviselők ne legyenek kizárva a szavazásból. Kérem készfeltartással. Először a tanácsnoki tisztség megválasztására. Bocsánat. Tehát először az érintett ne legyen kizárva a tanácsnoki tisztség megválasztásán. Kérem készfeltartásra. 8 fő igen szavazatot állapítok meg. Tartózkodás ellen szavaz... Tartózkodás? 8 fő igen szavazattal egy tartózkodás mellett megállapítom, hogy nem lesz kizárva a döntéshozatalból. Megállapítom a képviselő egyben ennek ismeretében kérem a képviselőtársaimat, szavazunk arról, hogy ki az, aki egyet ért. Bocsánat. De. A szavazással, tehát hogy Kocka János képviselő legyen a koordinációs tanácsnak, polgármester. Szavazunk. Igen. Tiszteltartással. Igen, köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással megválasztotta a képviselőtestet Bocska János koordinációs tanácsnak. Kérem, szavazunk arról, hogy ki az, aki egyetért a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó döntéshozatalból. Ne zárjuk ki
Somogyi Józsefet, Pintér Lászlót és Csomák Lászlót. Kérem, szavazás egyhangú, megállapítom, hogy a három jelzett személy szavazhat. Ennek ismeretében szavazásra teszem fel a kérdést, miszerint kiért egyet azzal, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Somogyi Józsefet, belsős tagnak Csomák Lászlót, Pintér Lászlót, külsős tagoknak pedig Szabóné Boros Erikát és Nosza Lajost választjuk meg. Kérem, szintén készfeltartással szavazzunk. Nyolc igen számoltam, tartózkodás, egy fő tartózkodás. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal egy fő tartózkodás mellett a jelzetteket megválasztottuk a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tagjainak, külsős tagjainak. Pénzügyi és ügyrendi, bocsánat, megszokás még nagyon. Kérem, hogy szavazzunk arról, ki az, aki egyetért azzal, hogy az Ifjúsági Sport, Kulturális és Városfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki dr. Tóth Gyulát, Bajusz Gábor, Markasz János képviselőket. Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú, tehát a jelzett képviselő urakat nem zárjuk ki a szavazásból. Ennek ismeretében és a külsős tagokról is kérném, hogy szavazzunk. Sajnos egy... Nem. Kiért egyet azzal, igen, hogy az Ifjúság Sport, Kulturális Városfejlesztési Bizottság elnökének dr. Tóth Gyulát, belsős tagoknak Bajusz Gábort, Markasz János, külsős tagoknak pedig Tóth János és Kis Kristóf Gábort válasszuk meg. Igen, 9 szavazattal, egyhangú szavazás mellett. Nyolc igen szavazattal és egy tartózkodás mellett megállapítom, hogy a bizottság tagjai a jelzett. Felkérem dr. Bárdi Zoltán polgármester urat, hogy a bizottság külsős tagjainak eskütételét tegye meg. Külsős tagokat kérem, hogy... Míg a külsős tagok előfáradnak, szeretném bejelenteni, hogy Tóth János úr kórházi kezelés alatt áll, úgy az eskütételét később fogja megtenni. Köszönöm. Én esküszöm, hogy hazámhoz, a magyar köztársasághoz hű leszek, az alkotmányt, a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat. Szabadszállás város fejlődésének előmozdítása. És az alkotmány érvényesülése érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segélye. Ötödik napi rendi pontunkra szeretnénk rátérni, ezt pedig a polgármester illetve